Na nézzük. Közben átvált a teljes képernyőre. Teljes képernyő. Na, kettő napon maradt, és a csapatom az kettő napon maradt, és a csapatom az jelenleg az így néz ki. Egyen maradt stressz, vagy a többiről lejött. This one hasn't recovered yet, but fine. Csak ki kell őket vegyem. Még egy nap kellett volna, és akkor lejön mindenkiről, de jó kezek így is. Jó kezek így is. Na! Menjen! Operations ready in the following areas. Igazából tök jól állunk, mert kettő helyen maradt el, két ilyen secondary objektíva, itt egy, meg itt egy. Azt mondom, hogy azok annyira nem is fontosak, úgyhogy... Várjál csak, hogy van ez? Itt van egy olyan, hogy Old Way Big Dig Site. Dig Site, ez megint valami ilyen ásatásos történet. Primary Objective 0/4, Secondary Objective 1, és a 8 darab data van 100 materiállal. Ez nem lesz olyan túl hosszú szerintem. Also the main Darwin era base of operation inside Trimonite mine. Ugye ezen a bolygón bányázták ezt a Trimonite-ot, ami az ásványból építik ezeket a űrhajókat, meg minden szart. És a lényeg az, hogy itt beleszaladtak ilyen, ahogy bányáztak, beleszaladtak egy igazából ásatást csináltak, mert ugye alien technológiába szaladtak bele. Pontosabban nem ez az alien, hanem a teremtők, azt hiszem, találtak ilyen fejlettebb lényt, és akkor onnan indult ez az egész. Understood. Uploading mission data. Na, hova kéne menni ugye itt, ez a kérdés. Gyanítom, hogy ez a rész fog itt megnyílni, mert itt még nem voltunk, ez a lejáró. Úgyhogy menjünk akkor ide. Alapjáraton ide is küldön a rendszer. Nézzük meg. Jó, megvan a 3 darab 10-esünk, megvan a 9-esünk, mindenki megvan. Itt most a kérdés csak az, állapban nem fejlődtek fel 10-re, mert akkor ki lehetett volna. De mondjuk semmi. Ezt meghagyom, mert gránátvetősnek ez jó lesz. Lángszóró, rakétavető, akna, mesterlövész és még egy lángszóró, ez így jó is. Ez így nagyon jó. Na nézzük az invertorit. Visszek 3 darab szentrit többet. A fenét viszünk többet, 4-et. Ki abból viszek szerintem 5-öt, mert úgy is fogunk találni. Csavar kulcsom nincs sok. Abból elviszünk 4-et. Oké, na itt a lényeg. Páncél, plusz HP, 15%-kal kevesebb ideig tart a hunt. Vigyünk. Mit vigyünk? Stressz csökkentőt. Akkor a páncél ellenáll az acidnek, ugye a savnak. Detection time-ot viszünk. Az agresszivitás level nehezebben telik be 15%-kal. Elviszik azt is. Nem ide jön a kérdés miatt, titeket beenged a Diablo, mert én nem tudok be. Én nem próbáltam ma még belépni, Gábor, ez jó kérdés. Lehet, hogy maintenance van, vagy nem. Rakok még a aknára ilyen ilyet, azt most viszünk mindent magunkkal. Azt így jó.
Esetleg még azt mondom, hogy még berakom ezt is, mert miért ne? Na gyerünk! Archivarius, szia, szia, szép jó reggelt, halihó! Listen, I need something from you. I know what I'm asking of you. I know it would be better with one of Harper's speeches. I have none to give. I only remember that old saying, save one life, save the entire world. Doesn't mean much on Lethe. There's plenty of lives to save here already. But we've got one last piece of unfinished business. Marlow and what's left of the Darwin era are entrenched in their dig site. We could leave them to burn in the Cerberus firestorm, but they've still got captives, and Sergeant Harper's daughter is one of them. Jonas kept us alive ever since the outbreak began. Vannak foglyok ezen az ásatáson. It's time to pay up. My plan is hát a kis sajt akarjuk megmenteni. We deploy two teams. One secures a landing site while the other penetrates the Darwin era base and rescues the captives. De bányába megyünk, az biztos, hogy jó fog lenni. With Cerberus above our heads and creatures all around us, failure is a big possibility. That's why I won't risk the Otago. Either we manage to secure a landing site and evacuate the prisoners, or the ship escapes without us and we give those cultists a run for their money. Your colonial marines. Your survivors. Whatever the outcome, I know CIA Mortas, Jacopi Hoon, Endex, hello, hello. Azt mondja, hogy PC kérdezett, hogy az APC is upgrade. Hát ezt az egyik küldetés közben találtuk meg egy garázsba, és ott úgy is volt, hogy küldetés közben megszakadt a küldetés, és kimentek ezzel a tankkal lényegében, úgy, ahogy még nem is akartam volna egyébként kimenni, és hát mondhatni upgrade, igen, mert a régi le lett cserélve erre az újra. És azért is van az, hogy 4 helyett 5 emberrel vagyok már, mert ez ugye egyel több férőhely. Szia, Skendo, jó reggelt! Ja, bocsánat, jó, csak még nagyon reggel van. Immortál még, nagyon reggel van, aztán nem vagyok minta. Inkább úgy vagyok, hogy kétszer, mint egyszer se. Mert olyat nem akarok, hogy nem köszönök valakinek egyszer se. Így hunkája, azt hiszem folyamatosan, amúgy nyomom neki. More signature spotted. Got you in my sights. Tango down. Na, hova kell menni? Ide kell menni a mínusz egyes szintre. Ah, várjatok, akkor lehet, hogy mégis beszállok ebbe a dögbe. Azt ide megyünk-e? Feri, jó, szép jó reggelt, szia! És Kertrek, szia, szia! Azt mondja, szia egyszer. Jó reggelt nektek, srácok, fiúk, lányok, hölgyek, urak, mindenkinek. Vélent jutani. Na kérem. Egyébként meg a játék is jól nézett ki szerintem, hogy ebbe a formába, ahogy megjelent. Mert hogy ugye egy ilyen kategória játék nem nézett ki szerintem szebben már, mert egyszerűen tök jó. Make no mistake, people. The enemy could be right behind that door. Most hoztunk létre egy új mémet. Ha sose baj, jegyezzétek le. Brothers, I'm hit. Light them up. Bring them down. Light them up. Let's rock. Tango down. The area looks secure. Let's see what this poor guy has to say. Oh, thank you. Thank you. They took me and so many others. I think they're in that mine. Don't worry, we'll get them. Na, megmentettünk egy katonát. Van nála egy darab pisztoly. Nagyon jó. Várj, ezt
Recruit, aha, bepakoljuk a Verdába, úgy járunk a legjobban szerintem. Ja, 40 euró játék egyébként. De nagy, nagyon, de nem is volt hype-olva, mert azt se tudták sokan, hogy van. Én azt észrevettem, hogy elkezdtem játszani a magyar viszonylatban, azt utána srácok is, vagy hát többen is így már észrevették. Aminek örülök is, mert egy ilyen játékot érdemes észrevenni. Na nézzük. Egy civilt ki is menekítettem. Itt az ásatás, duó, gyerekek, oda megyünk le, az komoly lesz. Ja, hát igen. Copy. Azt tudom mondani, hogy ebben én voltam az első szerencsére. Hát sokan nem tudták, hogy van ez a játék. LV426 azt hiszem, vagy várjál, nem tudom. Most gondolkodok ezen, és Kendo. Jönnek még. Kivárom. What's next? Camping? Move it or lose it. Nyugodjál meg. Az komoly ez a fegyver amúgy. Viktátor, szép jó reggelt, szia. Be kéne menni a szerelő kulcsra túloldalra. Viszont sötét van, mint a dög. Szép egy hely ez is. Oké, 5 per 7, az jó. Na nézzük. Mehetünk befele. Valahova ide. Jönnek már megint, azt mondják. Na. Safe position taken. Best United, szia, jó reggelt! Te emlékszel, régebben beszélgettünk, mire és hol elég 20-80 tiár. De a plecserelte, hogy 30-70-re bevallom hozzá a szintet, sőt, pár százalékkal jobb. Ahova kell a 11 GB, oda ugye kevés lesz, de eddig egy-két játék volt, ami ez nálam kellett. Jövőre cserélem mindenképp valamelyik négy. Ja, hát én AMD-re cserélek mindenképpen. Majd. Azt mondtam is neked.
more about this mine and where Cassandra and the prisoners are located. Két kára nekem az AMD tökéletes lesz. De kéne bemenni, várjatok csak, itt vannak páran. Got you in my sights. Yeah, don't mess with me. Glory is dead. They're heading our way. Got you in my sights. De... A Gabber színált, nem értem ezt a ray tracinges hülyeséget, mármint hogy... Na arra úgy. De milyen feltételezés az, hogy az AMD nem bírja ray tracinget, ugyanúgy bírja ray tracinget. Most az, hogy 5 FPS-sel kevesebbet hoz, vagy 10-zel egy ray tracing alatt, igazából nem 4K-ba fogok játszani, hanem 2K-ba, és az alatt bőven 60 fölötti FPS-eket hoz minden játékban a full ray tracing AMD. Nem értem ezt, hogy miért van az, hogyha az AMD szóba kerül, akkor rögtön úgy beszéltek, mintha nem menne a ray tracing. Azért, mert a sok birka azt mondja a neten? Már bocs, hogy ezt mondom. Ezt tényleg nem vágom, hogy ez miért. Ez a ray tracing, mintha only az Nvidia tudná, ez olyan hülyeség. Nem az Nvidia találmánya a ray tracing. Szia Marci, jó reggelt! Az AMD-n ugyanúgy megy a ray tracing. Meg hozzáteszem, majd most a hónapokban megjelenik az AMD-nek a Fidelity 3.0-ája, azt majd meglátjuk, hogy mit fog mutatni, mert ugye az még titok egyelőre. Letizgó, szia-szia! Minden van ray tracing, a ray tracing az nem a kártya hozza. A ray tracing az egy olyan dolog, itt is be lehetett volna jönni. Na mindegy, most már. Come on, team. More signals incoming. Neten, amilyen videókkal találkoztam, ott ezt láttam, nyitott vagyok. A videókat azokat úgy néz, hogy nem független videók, hanem most kétfajta videót fogsz találni. Az egyiket vagy Nvidia párti ember csinálja, másikat vagy AMD párti ember fogja csinálni. És én láttam olyan videókat, ahol szénnél porrá lászt az AMD az Nvidia-t. Én meg úgy vagyok vele, hogy most... Érted? Itt az a baj, hogy ezek nem független videók. Ezek nem független videók. Direkt úgy hozzák ki az eredményeket, hogy vagy az egyik, vagy a másik javára dőljön el. Én az árértéket nézem, én nem fizetek kétszer annyit egy videókártyáért. Ennyi. Teljesítmény árérték arányban az AMD verhetetlen. És kész. Meg én mondom, én azt a szempontot nézem, hogy az AMD, amit megígért, technikai fejlődés, meg performance, meg mindent, amit hozott, Azt hozta is 100%. Amit az Nvidia mondott, annak az 50%-a mindig hazugság. És én Nvidia párti voltam, Nvidia videokártyám van, de mivel ennyit hazudozik az Nvidia, én onnantól kezdve nem bízok meg bennük, nálam ilyen egyszerű ez a történet. Én azért nem szeretem az Nvidia-t. Nem azért, mert nem hozza a teljesítményt, hanem azért, mert hazudnak állandóan. Én nekem meg ne hazudjanak. Intel pillanatilag a videó renderelésről van szó, veri az aktuális szériát úgy, hogy az előző ez lett párosítva, lehet. Játékokhoz pillanatilag nem jobb, de szerintem idő kérdése és lesöprű mindkettőt. Nem feltétlen, már erre figyelnek a piacirés, meglegyen.
Hát majd kiderül úgyis. Move on! Egyébként a PS is, meg az Xbox is AMD konfig, én ezért mondom, hogy érdemes ezt úgy nézni, hogy idővel. Idővel ugye így is úgy is a fejlesztések ezekre mennek rá, a játékfejlesztések. De itt most ugye most igazából megint azon jött ki ez a beszélgetés, hogy ugye most teljesen mindegy, mit veszel, a ray tracinget mindegyik fogja tudni. Most nyilván jelenleg a Nvidia-nak a, ez az új, mi a tököm a neve? Ez a 3.0, ami nem jut eszembe. A DLSS 3.0 az nyilván nem rossz, de az megint egy pofátlanság. Ez megint egy pofátlanság, hogy csak a izére van. Ó, várjátok, mert ez kurva hangos. Ez megint egy pofátlanság, hogy csak a Nvidia 40-es szériára rakta be az Nvidia ezt a DLSS 3.0-át. Én többek között ezért is rühellem már az Nvidia kampányolását, mert ráerőltet, hogy vedd meg az új szarkártyáikat. Még az AMD az meg felhasználó barátra, az FSR-t azt izére csinálja meg. Azt nyílt forráskódura, és azt még az Nvidia 10 meg 20-as szériások is tudják használni. És ugye az FSR-nak most fog jönni, mondom, a következő hónapokban valamikor a 3.0-as verziója. És mivel nyílt forráskódú, az egyet jelent. A modderek, vagy bárki, hogyha a játékba a fejlesztők nem rakják bele, akkor majd belerakják a modderek, vagy a rajongók. Innentől kezdve az sokkal elterjedtebb lesz. Ez pontosan ugyanaz, mint annak, amikor megjelent a G-Sync meg a FreeSync. A G-Sync-et az Nvidia találta ki, a FreeSync-et azt meg az AMD találta ki. A G-Sync az ugye egy külön monitorra rászerelt chipkészlet, amivel drágábban adták a monitort, ergo hardware. A FreeSync hasonló technológia, csak az programozott, és máshonnan közelíti meg, de ugyanaz a lényege. Azt az Nvidia találta ki, nyílt forráskódú, és hát azóta az Nvidia is azt használja. Csak azért, mert a G-Sync az kb. Befulladt. Ugyanaz lesz majd a DLSS is egy idő után szerintem. Ha még erőltetik ezt a vedd meg, fizess történetet. De itt nem is arról van szó, mindenki azt használ, amit akar, mind a két kártya jó. Csak mondom, nem szabad elhinni a videóknak azt, hogy mondjuk a... Nem szabad elhinni ezt a videóknak, hogy a DLSS-be nem fog tudni teljesíteni az AMD. Fog tudni. Igaz, hogy nem izé, 260 FPS-en, meg igaz, ezt aláírom, hogy az Nvidia a Ray Tracing alatt erősebb. De nem annyival erősebb, hogy itt most jelentős legyen a... Nekem például az nem szempont, hogy 200 FPS-em legyen egy játékban, mert lesz a elég a 60 is. Oda kell feljutni, fasza. Na, melyik AMD-t veszed el? Hát én a 7900 XTX-et, mert én most, hogyha veszek, akkor megint aztán utána évekig kúsba leszek, tudod. Én például kihagytam most egy generációt, most ezt a generációt megveszem, aztán az két kára elég lesz. Mindenkinek
Mindenkinek más a tapasztalat a kopihón, így jártál, ezt tudom mondani. Remember that door block in the APC? Its terminal can't be that far. You make it look easy, squad. Nicely done. Márkában miért akarok? Hát amit néztem, a legerősebb, meg a legbrutálisabb az az a... Aj, nem itt eszembe a neve. Nem Innó, milyen az? Mert AMD-ben ugye mások mennek. Húha, nem itt eszembe mi a neve. Nem Power Color-t, nem. Van valamelyiknek ilyen kiadása, valami jó neve is van, az van a legjobban gyárilag megtuningolva, mert ugye én nem húzok itt manuálisan már kártyát. Nem Gainward. Szerintem az Innó csinálja azt a tuningolt változatát az izének, azt hiszem, hogy nem, vagy a Sapphire. Nem emesít. Azt hiszem, hogy az AMD-nek az Innó csinálja a legdurvább kiadását, de nem vagyok benne biztos. Oké. Hova, itt vannak éljenek is, mi a szar? Marlow, you hear that? Brothers, I'm hit. Safe position taken. More signals incoming. Enemies of the era. Grenade! Go! Kill that bastard! I'm out. It's a drone. Looks like they found us. Bring them down. Kill that bastard! Hú, basszus. Szia Krisz, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést. Na most nem emlékszek, hogy melyik csinálja a legerősebb kártyáját az AMD-nek. Mert van valami különleges neve is. Ó, a francba. Várjad, egy kicsit ide koncentrálok. Kills you just as well as a bullet. Runner, kill it! I don't hear them anymore. We're clear. Bring him down! We're spotted! You like that, huh? Oh yeah, smells good. A Franzba. They're heading our way! Eddig egyébként meg jók vagyunk. Itt most lehet harccal megyünk előre. A nitro az lesz az, de a nitro. Na a nitros változat. Ja, köszi, látod? Tudtok, ti akartok. Alapban egy ilyen ezeket nem, annyira nem tudom már megjegyezni. A nitro változata most az AMD-nek az valami brutális. A valami 2700-2800 MHz-es azt hiszem a base core. Hát a gamingre. Ami meg nem kevés. Szia ide-oda. De egyébként hagyjuk a videókártyákat a francba, mert mindegyik jó videókártya, csak annyi mondom, hogy tök mindegyik ki mit vesz, mire. Az AMD is viszi a Ray Tracinget, az is jó árérték arányba, az Nvidia, aki azt akar venni, az is jó. Teljesen mindegy, ki mit veszel. Nekem, mivel AMD-s a teljes rendszerem, nyilván nekem jobban profitál egyébként az AMD processzorból egy AMD videókártya, mint egy Nvidia-ból, ennyi. On my way. They're heading our way. Let's
Move on! Access granted. Na, úgyhogy tényleg, szóval itt teljesen mindegy, mit veszel. Mindegyik jó lesz. More signals incoming! Got you in my sights. Máloskon, köszönöm szépen a 7. hónapot második szinten. Hello, hello, köszi szépen, köszönöm. Nagyon szépen köszi. Ja, az lesz az Gabbers, amit írtál, a Nitro plusz a SMD, azaz, ja, az. Ezek miatt jöhettek a grafikai hibák és bugok. Nem vettek észre, nagyon jó, remek, hurrá. Majdnem baj volt. Ide még be kéne nézni cuccokért. More signals incoming. Right now. Let's see what's inside. Nagyon sok a dög egyébként ezen a szinten. Move on. More signature spotted. Nem is tudom, hogy hogy csináljuk, mert... Ezt ki kéne robbantani a falat. Ezt hogy lát? Ne viccelj már. Ki ez? Got you in my sights. Tango down! Shit, get over here! More enemies! Rejoice! Careful. Red Shield is just as well as a bullet. Zeno, an approach! Looks like they found us! More signals incoming! Hoo-ah! Safe position taken! Ez baj. Ez nagyon nagy baj. They're heading our way! Zeno, an approach! They got our sense! Look alive! Bring him down! Changing mag! Move on! Don't like that. Glory is dead. Looks like you're done with the treatment area. So passionate az egész hely. Ez akkora szopás, hogy el nem lehet mondani. Let's see what's inside. Ó, gyerekek, mi ez a hely? Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Eat that, fuckers! Bring him down! Keep him out! You like that, huh? Na! Így gyorsan mindjárt intézzük a dolgokat, erre be tudom hozni a APC-t. Ezt most levárjuk. Szia, Taki Mester! Jó reggelt! Hát megmondom őszintén, én várom azt a ASFR 3.0-át, hogy az milyen lesz, kíváncsi vagyok. Roger. Benne is állhatok elvileg. You
got the hang of this, don't you? Not sure you need me wrong at all. I had a good teacher. Ez az. Okay, people, lead me to that barricade. Majd az APC segít itt középen. Szia Robi, szép jó reggelt. Hú, gyerekek, azért izgalmas ez a game, meg mindig. More signatures spotted. Sentry gun. Glory is dead! Ready that C4, Marines. We need to weaken that barricade. Sentry packed. Move on! Nagyon jó. Quiet. It didn't see us. Hol van? Oké, most hadd jöjjenek ki ide középre. Mi a pöcs? Got you in my sights. Oké, hadd jönnek ki középre, aztán majd a tank leveri az egész brigádot. Most ezek is már, hogy látom jönni. Azok hova tűntek el? Itt is van armory, majd oda megyünk. Itt még van kettő csomag, két lőszer, két heal. Meg le kell csökkentenem a stresszt. More signature spotted. Állj! Quiet! Figyeld a kis rohadékot. More signals incoming! Move on! That's glorious! Death! Oké, most jók vagyunk, talán elfogytak. Szia, apci boy! More signals incoming! On it! Ah, disgusting! Got him. They look intact to me. Én egyébként kitaláltam a tutit, srácok. Tudjátok, hogy mit? Rakunk le ide egy izért, egy ilyet. Motion trackert, azt ide csalom a tank elé az összes ilyen kis mocskot. Na, mit szóltok hozzá? Milyen ötlet? Photoshop. Tudom, Max Drave és még sok grafikai programot az AMD támogat és elég komoly segítséget nyújt a rendeléskor. Az Intel és az Nvidia ebben mind... Hát figyelj, attól is mire akarsz használni, mert például itt írtátok, hogy az Intel most a legerősebb a rendelésbe. Most attól is függ, hogy nyilván mire veszel kártyát. Mennyi pénzed van, milyen lehetőségeid vannak, meg hogy a adott országban vagy helyen melyiket kapod meg jó áron, szóval ezért nem baj, hogy lehet három típusú videokártya közül válogatni, mert itt több a lehetőség. Én mindig azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás. Az nem volt jó, még az Nvidia egy uralkodó volt, mert akkor más lehetősége nem volt, csak Nvidia-t venni. Most meg akármit tudsz venni, és ez tök jó dolog. Az sose jó, amikor a piacon valamiből egy van. Na most nem tudom, hogy... Na most kíváncsi vagyok, hogy beküldtem a zavarót. Figyeld, megy ki az élén, úgy pofán lövi a traktor. More signals incoming. Access granted. Move on. Oké. Hát én most jelenleg, mivel tele vagyok, én a stresszt azt nekiállok csökkenteni ízével. Kijöjj csomaggal. More signature spotted. Mert úgyis meg fogunk találni hírt. Oké, egyelőre ez ennyi. More signals incoming. Switch drone squad skills.
Várjál már, ez mi? Stance defensív. Stance passzív. Setting drone to offensive mode. Offenzív. Ja, várjál, francokat, aztán meg rábaszok, hülye vagy, nem? Switching drone to defensive mode. Defenzívbe. Mit keres itt az alien, anyátok? Hú. More signals incoming. Piros pöttyös, szia, szia, jó reggelt! Na. Let's see what's inside. Észre fel, állj, bazeg! It's seen us! Light him up! Incoming! Kill that bastard! Here! Don't mess with him! Shit, I'm out! Mine is bigger. A rühes alien, hogy állandóan itt járkál már! Mocskos javajás szemétláda alien. I think we made them angry. Assume the worst, people. Oké. Okay. Na srácok, akkor jó szelet. They're heading our way. Deploying sentry gun. Mehet a buli. Sentry almost ready. Ez nem is kell. Move on. A tankkal együtt majd. Sentry activated. Copy. Stay still. Gonna pass. Bring him down. Jó, hát esélyük nincs. Ennyi. Masszív onslaughtnak vége van. Hacking sentry gun. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry packed. Sentry activated. Na, így kell ezt csinálni. Szuper. Move on. They're heading our way. Még ide felnézek azért. Mindjárt vége Huntednak. Csak a lőszer az nagyon kell. A lőszer nélkül nem lehet játszani. Lőszer nélkül nincs játék. Jó, itt benne semmink nincs, ami nekünk kell, szerintem. Úgyhogy mehetünk is innen. Na, megyünk egyel tovább. Átnéztem itt talán mindent, ugye? Robbantsunk egyet. Hú! Planting C4. Safe position taken. Get down, it's gonna blow! Most várjak egy kicsit, hát ha a robbanásra jönnek a dögök, nem tudom. Mi újság van, piros pöttyös, hogy vagy? És jönnek is a robbanásra. Most kell tél. Hát vasárnap van. Nem kell kapkodni.
SM. Hurry up, you slugs! Nemchuk Spartai! Safe position. You know the drill, people. Get around that garage door to unlock it. Got you in my sights. Yeah, don't mess with me! Ennyi. Nehogy már észrevegyenek. On my way. Hey, I found something. Looks like a data pad. I have multiple signals. Á, de abban a robbantgatások azok sajnos elég sokba kerülnek. Azt kell, hogy mondjam amúgy. Safe position taken. Nem egyszerű a történet itt. More signals incoming. Kell meg lőszert találják, mert különben nagyon nagy bajok lesznek ám erre. Come on, team. És itt nincs fedezék, se ne elcsesszetek ki velem. De itt van. More signatures spotted. Safe position taken. Azaz. Got you in my sights. You like that, huh? Úgy. Got you in my sights. Eddig jól haladunk. És itt a... Ó, nagyon jó, megyünk a lőszerraktárba. Lőszerraktárt nekem, mert kell. Remélem, hogy mindegyikben kettő lesz. Egy, kevés. Hát ez nagyon kevés volt, nem baj. Nem vagyok tehetetlen, de azért adhattak volna még lőszert. Hát van ilyen szerelő kulcsom is, lehet itt pihenni? Hogy ne lehetne? Van heal, oké, okay, fasza. Lecsökkentek egy darab izét. Lecsökkentek egy darab stresszt. Kinullázzuk magunkat pontosabban. Mivel van itt plusz egy szerelő. Hogy jó. És így kapunk még lőszert is vissza elvileg. Amíg pihenünk, előszedik a srácok a lőszerkészítő készletet, aztán csinálják itt a skulókat. Sőt, itt többet is kaptam. Hány karakteremen van bent a lőszerkészítés? Hirtelen felmentünk 10-re. Jó, nekem megfel a... Ezt ki se vágom, mert ez még később jó lehet. Inkább körbe megyek. Oké, okay, minden fasza, mehetünk tovább. Eddig felszedtem mindent. Ó, itt nem voltunk bent, ez mi ez a hely? Nézzétek csak, ezt most vettem észre, hogy balra jobbra még van üres terem. Hármat kaptam a pihivel, hát ez tökéletes. Kell ismer, hogy itt a robbantgatások elvisztek egyet, ugye? Szeretem bejárni a teljes területet egyébként. Ó, várjál már, itt megmaradt egy heal. De gyorsan küldök egy katonát. More signature spotted. Az meg! Move on. Kurva életbe már! Az ki van, állandóan itt császkálnak, ahol nem kéne. They got our scent. Look alive!
Na mindegy. Stay frosty, people. We have a Praetorian nearby. Pretóriánus van valahol, az de jó. Na és hol van a Pretórián? Elbújok a kocsinak erre az oldalára. Meglett. On my way. Disgusting. Here's your sample. Wait, I think we lost them. De bazd meg. Megint jön egy patkány. Got you in my sights. Shit, and over here. Annyira gátul van ez megcsinálva, ez a Huntit, hogy az valami elképesztő egyébként. Rohadjanak meg vele. Annyira unalmas már tényleg. Ennél jobban nem sikerült ezt megoldani. És hiába csökkentettem az előbb stresszt, ugyanott vagyok, ahol voltam. Mert állandóan behántidelnek. Nem tudnak szünetet tartani ilyenkor, egy pillanatra se. Most kivárom így rejtekbe. Kivárom, még vége lesz. Na. Most szeretném, ha véget ér a Huntid, és nem charge-olnának rám, ahogy jövök erre befele. Ez az egyetlen kérésem. És már jön is. Ahogy elindulok, már jön is. Move! Ez komolyan így van beállítva? Oda néz! Oda néz! Oda néz! Mi a szar van itt, hogy itt ennyien spawnolnak? What are you waiting for, people? Move now! More signals incoming! Kérdezi, mire várok? Arra, hogy tudjak haladni, arra várok. Hát ez vicc. Move on! Ahogy elindulok, leszpónolnak. Érdekes. Safe position taken! Bazzeg! Na jó. Ne vicceljünk már. Jó, mondjuk itt van bent a fészek, ezt tud... Azért, de miért csinálja ezt az AI, hogy amint elindulok egy irányba, azonnal így elkezdek beszpalnolni. Arra hülye egy megoldás. De nézd meg! Az hármasával jönnek, azért beszarok ezen. Planting mine. Watch your feet. More signatures spotted. Come on, team. Nem tudok egyről a kettőre menni megint. Tudod, hogy van itt benn valami láda vagy ilyesmi. Hihetetlen. Na jó, tudjátok mit? Deploying motion tracker. Setting a motion tracker. Motion tracker activated. Úgy látszik, nem bírnak magukkal. Hurry up, squad. Safe position taken. Hmm.
Na, lehet jönni. I have multiple signals. És a többi miért nem fut ilyenkor? Signals incoming! Hát lehet, hogy nem kell ide bejönni mégse. Nézd meg, nézd meg ezt a mozgást.